Szerintem ugyanaz a jelentősége a mai világban a színháznak, mint volt 3000 évvel ezelőtt. Tehát egy olyan közösségi teret, egy olyan közösségi élményt ad, amelyben 500 ember egy estén összegyűlik, és valami olyan közös gondolkodásra hívják egymást, ami szerintem egy kipusztíthatatlan dolog lesz. Ónodi Eszter, Jászai Mari díjas színésznő. Már harmadéves főiskolásként főszerepet játszott, és teszi ezt azóta is színpadon és filmvászlon egyaránt. Tavaly a Monte Carlo-i televíziós fesztiválon megkapta az Arany Nimfa díjat. A Muzik című előadást szeretném ajánlani. Mégpedig azért, mert ugye azt tudjuk, hogy a Katona nem egy zenés színház. Nagyon sokáig ide a zenés műfaj egyáltalán nem tehette be a lábát. Kapóra jött Márkos Albert csellista zeneszerzőnek a megkeresése, aki felkereste a színházunkat, hogy szeretne egy előadást csinálni, amelyben 6 férfi, 6 nő vesz részt, és a 20-as, 30-as, 40-es évek hangsúlyozottan európai zenés lágerei szólalnának meg élő zenekar kíséretében.